Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Természetesen a vicces dolgokat, azokat nem veszük komolyan. És az ördög szereti elviccelni és komolytalanná tenni. Az élet talán legdrámaibb és legkomolyabb történéseit. Néhány nappal ezelőtt a régi konyhában, mi így hívjuk, egy ilyen kis szekrényt szereltem össze, aztán nagyon nyomták a csengőt. És megnéztem, hát már volt, hogy 7 óra, fél 8, sötét volt. Kimentem, egy kis ilyen kamasz srác állt a kapuba, hát be volt öltözve halálnak, nagy kasza volt nála, meg valami pajzs, meg az ábrázat is annak volt úgy kikészítve, és hát elmondta, hogy miért jött, hogy egy kis csokoládét kérne, mondtam, hogy keresztjének vagyunk, és igazából mi nem tartjuk ezt az ünnepet, de hogy ezzel az egész maskarával valami olyasmi van sugalva a világnak, hogy nem kell ezt komolyan venni. És mikor valaki ez ellen szól, akkor is le is van hurrogva, jó van már, ezt a kis játékos dolgot is el akarod rontani, meg te vagy a bulinak most az elrontója, mert megölöd a bulit, vagy nem is tudom, miket mondanak, amikor valaki ez ellen fölemeli a szavát, vagy szól, és nem akarom én ezt túrakozni, hogy lerágott csont legyen, és most mindenki erről beszél, de hogy ez egy ilyen személyes megtapasztalás volt, hogy mondhatom így is, becsengetett a halál egy ilyen komédiába öltözve. És valami ilyesmit sugal a gonosz, hogy ez egész egy komédia, nem kezd komolyan venni, mintha meg se történne. Tehát egy nap majd megtörténik. Mindig a történet jut eszembe, amikor az evangélista jár házról házra, és mindenhol elutasítják, mikor becsönget, és udvariasan szól az ajtót nyitónak, hogy bocsánat, néhány perc szabad ideje, ha esetleg lenne, az örök életéről szeretnék önnel beszélni. És szinte mindenhol rázárják az ajtót. Nekem nincs erre idő, meg jó ember hagyjon engem békén, meg megvan én nekem a vallásom, és nem tudom, milyen válaszokat adnak. És a sokadik bezárt ajtó után egyszer megunja, és beteszi a lábát, és nem tudják bezárni az ajtót. És csak annyit mond, hogyha én lennék a halál, akkor mi lenne? Akkor is azt mondanák, hogy jó, hát hagyjanak már engem békén. És mondják, hogy nem kell erről beszélni, mert úgy is fog az jönni. Minek kell róla beszélni? Hát itt van, jelen van ebbe a világban, és mindenkire el fog hatni. Hát nem jó azt a részt választani, ami nem a halál, hanem az örök élettel kecsegtet. Hát volt valaki, aki azt mondta önmagáról, hogy ő a feltámadás és az élet. Aki benne hisz, az ha meghal is él. Hát nem jobb ő benne hinni? Hát amit Krisztus hirdet, és amit a keresztjének hirdetnek, hát nem sokkal jobb program. És elmondom, hogy az az igazi. Azt a világ akarja le kicsinyelni, le komédiázni, meg kifigurázni. Tehát így is volt ez régen. Ha jól tudom, a keresztényeknek az Antiókiában, amikor legelőször így hívták a Krisztusban a hívőket, egy gúnynév volt, gúnyolódtak, és mai napig is gúnyolódnak a keresztényeken sokszor. Én a börtönvilágában néha megtapasztaltam a gúnynak a mosolyát, azt a káromkodást, amit csak azért mondtak el, mert én ott vagyok. Természetesen nem ez jellemzi a hívő embernek az életét, és nem csak atrocitásokból állnak a hétköznapok, hogy forgolódunk az emberek közt. Mert vannak emberek, akiknek a szívét mélyen érinti az evangélium üzenete. Hogy vannak-e? Vannak, itt vagyok. Az én életemet is mélyen érintette az evangélium üzenete. Persze vannak, akik azt gondolják, hogy agylágyulást kaptam, jaj, meg hát szegény ember, meg befűzték a hívők, meg kimosták neki az agyát. Szó sincsen erről. Isten érintette meg az én belső, nem látható világomat, az énemet, ami én vagyok. Elég borzalmas lakott ott bent. Hát senkinek nem kívánom. De áldott érte az Isten, hogy még egy ilyen barlangot is meglátogatott. Még oda is bement. Pedig ott, ha valahol volt halászag, bennem volt halászag. És az élet még oda is beköszöntött. És győzedelmeskedett, mert Istennek az a természete, hogy ahová őt beengedik, ott győzelmet arad. Ahová nem engedik be, ott nem arad győzelme. Hát lesz idő, amikor úgy fog eljönni, hogy ha akarja az ember, ha nem, szembesülni fog vele, hogy az Úr Jézus Krisztus, az Istennek fia, egy győztes király. És dicsőség érte az Istennek, hogy ma még ez így van. Milyen különleges lehet a hívő embernek, a keresztény embernek az élete.
A Mózes történetében van megírva, hogy Mózes arra figyelt fel egy nap a pusztába, amikor kint volt az állatokkal is legeltetett, hogy ég egy bokor és nem ég el. Ez egy különös látvány lehetett. Valami ég, és a tűz mégse emészti meg. Mi lehet ez a csoda? Nem látom, hogy elégne. Lehet, hogy füstöt se látott. Felhívta a figyelmét önmagára ez a tűz, hogy ez természet feletti. Ennek nem így kéne lenni. És akkor oda ment. És nem ilyen néha az ember, amikor az Isten lángra gyújtja. Van egy dicséret, az első verszakát mondom. Mit adhatok néked, Úr Jézusom, szívemet oltáradra rakom. Én tékozló rút éltemet, lobbantsa lángra szent tüzet, hadd égjek itt az éhonába lent. Milyen sokat mondtok? Lobbantsa lángra szent tüzet, az életemet, hadd égjek itt az éhonába lent. És olyan különös az Istennek a tüze. A világ tüze nem ilyen. A világ tüze, amikor elkezd valakit égetni, akkor szokták mondani emberekre, önmagára is mondja néhány ember. Én is mondtam önmagamra. Figyelj, teljesen ki vagyok égve. Teljesen el vagyok üszkösödve, fásulva. Aztán volt, mikor azt mondtam, hogy teljesen le vagyok égve. Ezek ilyen szófordulatok, és sok ember használja az életére, hogy kiégett, hogy leégett. Mert a világ tüze ezt teszi, elemészti az embert. Hány olyan híres emberről tudunk, aki kiégett, teljesen kiégett. És keresi embereknél a megoldást. És megy fűhöz, fához. És tanácsokat kér. Boldog ember az, aki egy nap eljut arra az elhatározásra. Nekem Istenhez kellene menni. És az én kiégett, az én leégett életemet az ő kezébe kellene raknom. Mert amikor az Isten lángra gyújtja az embernek az életét, az egy olyan tűz, hogy az nem éget engemet ki. Van neki egy természete Isten szent tüzének. Isten szent tüzének a természete emésztő természet. A mi Istenünk emésztő tűz. És tudjátok, mit emészt meg az Isten tüze? A bűnt emészti meg az Isten tüze. A bűnt azt elégeti. A bűnöst viszont megtartja. A pokolnak a tüze egészen másképp működik. A pokolnak a tüze a bűnt táplálja, és az embert elégeti. A bűnt táplálja, és az embert elégeti. A pokol tüzének egészen más természete van. Mind a kettő tűz. Csak az egyik a gonoszságnak a tüze. A másik pedig az Isten szentségének a tüze. És amikor ez a tűz belép az embernek az életébe, akkor lehet a szó jó értelmébe, Krisztusra mutatva, lehet ez a tűz figyelemfelkeltő. Valami ízik ebbe az emberbe. Valami világít benne. Lehet nem is így határozzák meg. De van valami, ami fölkelti a figyelmemet. Az én életemben olyan sokszor volt, hogy emberek kerestek meg, mert felkeltette az ő érdeklődésüket a valami, ami az életemben megjelent. Ők nem tudták meghatározni. Természetesen, ha beleláttak az életembe, és belenéztek az életembe, akár egy bizonyságtételen keresztül, akár a könyvemen keresztül, vagy akár egy személyes beszélgetésen keresztül, vagy akár a családi helyzetemet megvizsgálva, vagy azon keresztül, akkor látták, hogy itt valami olyasmi van, ami nem szokványos. Ennek nem így kéne lenni. Természetesen normális életet él most az ember. De a múltamat tekintve nem ezt kellene most élnem. Mi történt? És az emberek megmagyarázzák ezt az egész helyzetet, a világ megmagyarázza. Ez azért van így, mert... Nem. Ez azért van így, mert Isten belépett az én életembe is. És hogy a te életedbe is belépett az Isten, akkor ott keletkezett egy tűz. Az Isten szent lelkének a tüze. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, ha az Isten meggyújt egy tüzet, azt nem azért gyújtsa meg, hogy ne töltse be a funkcióját. Olyan annyira,
annyira logikusan és annyira egyszerűen magyaráz az Úr Jézus, hogy tényleg meg tudja érteni az ember. Azt mondja, hogy ha valaki meggyújtja a lámpást, azt nem azért gyújtja meg, hogy betegye az ágy alá. Ilyen ostobaság. De azért se gyújtja meg, hogy letakarják egy ilyen szakajtó, egy vékával. Eltakarják meg. Hát ez nem ezért gyújtják. Van egy funkciója. Azt valamiért meggyújtják. A cél az, hogy világítson. Ami a célja a lámpának? Hát az, hogy világítson. Ez a cél. És amikor a te életedet, meg az én életemet meggyújtja az Isten, annak az a célja, hogy világítsunk. Az ember olyan válogatós. Ja, hát én nem akarok világítani. Inkább itt el is takarom magam. Mert én amott akarok világítani. A helyzet az, hogy Isten ott gyújt meg bennünket, ahol vagyunk. Nem sakkozik velünk ide meg oda. Valahol az van megírva, hogy mindenki maradjon abba, amiből őt elhívta az Úr. Persze vannak szélsőségek nyilván. Valakit a bűnözésből hívott, de ne maradjon bűnöző. Valaki államítélet végrehajtó volt, és akaszgatta az embereket, az azért menjen egy másik munkahelyre. Tehát vannak ilyen szélsőségek. Alapjában véve azt mondja az ige, hogy ahol meggyújtott az Isten, ott világítsak. És néha az embernek ebbe a világításba adódnak gondjai. Nem az Istennek. Az Istennek munkája van ezzel. Nekünk adódnak gondjai. Bekormoszódunk. Pislákolunk, nem akarunk úgy világítani, hogy világítani kell. És olyan jó az embernek a gazdája, az Isten, aki jön, és megtisztogatja az embert, és nem oltja el. Azt mondja, hogy ő a füstölgő mécses se oltja el. Megrepett nátszálat se törje el. Nem gondja van arra, hogy meglegyen ez a kanóz pucolva, Isten, jobban világítson. Még a kanóznak nem tetszik, akkor is. Az Istennek erre gondja van. Ő céllal teszi a dolgokat. Nem ok nélkül. Nem ok nélkül. Ő amikor valami csodát tett, akkor nem azért tette, mert ő egy vásári mutatvány a színébe akart feltűnni, és valami hatásvadászatot akart lerendezni az emberek között. Szó sincs erről. És hagyd mondjam halkan, az ő drága lelke ma se teszi ezt. Persze teszik sokan ezt. Hát teszik nem csak keresztény körökbe, Krisztust imitálva ezeket a dolgokat. Teszik másfajta hit meggyőződő emberek is, és működnek. Hát hogy nem működnének? Isten nem vásári komédiás. Annak célja van. Ma volt egy beszélgetésem egy drága testvéremmel, és úgy mélyen megértettem én is azt, és újra rácsodálkoztam. Annak igazságára, hogy Krisztus kínszenvedése, kereszten elvégzett váltságműve, az ő halála ott a keresztfán, a keresztre szögezése. Hát azért történt, hogy az ember ilyen tapsolva és nagy jólétbe és nagy bőségbe szétterpeszkedve élje az életét ebbe a világban. Van, aki ezt hirdeti. Hát ez, ha van is, ez nagyon járulékos. Nem ez a központi téma. Hát szó sincs erről. A központi téma az, hogy mi ne kerüljünk a kárhozatba. Ne kerüljünk a pokolba. A központi téma az, hogy a mennyország ajtaja ma még nyitva van. És oda be lehet menni csomag nélkül. Nem lehet bevinni semmit. Ha nincs új teremtés, ha nem megy be. Hát a régi az itt marad. Áldott az Isten, hogy viszont az új teremtés ez bemehet. Nekünk reggel a ma reggel íge ez volt. Nekünk a ma reggel íge ez volt. A saját világába jött, és az ő saját világa, ami tulajdonképpen az ő teremtett világot, nem fogadta be, nem kellett neki. Mennyien vagyunk itt a Földön, itt ebben a kis országban, és az én környezetemben is. Akik ismerek az evangéliumot, és egyszerűen azt mondják, nem kell. És hány éven keresztül mondtam én is, hogy nem kell. De dicsőség Istennek, hogy az Isten még nem fárad bele. Ma még szól az Isten országába való meghívás. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumba, tartsatok bűnbánatot, tegyétek le a bűneiteket. Csak így lehet bemenni mennyei világ drága kapuján. A gyöngykapuk még nyitva vannak. Hitáltal már be lehet lépni. De csak csomag nélkül. Csak úgy, hogyha leteszem itt mindazt, ami engemet terhelt és nyomasztott.
Aztán a nagy mosakodás után természetesen megvannak a mindennapok harcai, azok a ragadványok, amik az emberre ráragadnak, tehát megvan a mosakodási módszerünk. Az imádság, a bibliaolvasás, az igehallgatás és a róla való bizonyságtétel, ezek mind ezt képezik. Énekeljük a dicséreteket, néha nagyon sokat utazok, és néha szinte, most ezt értse mindenki jól, nem beképzelem én ezt, szinte mint a nyílvesszők úgy repkednek rám gondolati szinten, olyan gondolatok, amik nem tiszták. És elkezdek énekelni. Elkezdem dicsérni az Urat. És mint a pára, mint a szappanbuborék, úgy pukkannak szét ezek az erők. És jön a Krisztusnak a szentsége. Hagyd legyen ez egy jó tanács esetleg neked is. És jön a Krisztusnak a szentsége. És már mondom neki, Uram, de jó, hogy a te tisztaságodat meg lehet élni. De jó, hogy a te tisztaságodba bele lehet mártózni. De jó, hogy a te tüzed az nem öl meg engem. Persze, itt most nem az óemberről beszélek. De jó, hogy a te tüzed táplál. Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívembe. Lángja, lobogja, elevenebb. Az Istennek a tüze. A lelkek éjjelén szívem lobog. Ez égi fénnyel rád mutathatok. Ez égi fénnyel rád mutathatok. És lehet azt gondolod, a te életednek nincsen olyan vénája, a te habitusod nem olyan, hogy te menjél és hirdesd az igét. A saját környezetedbe lehet szavak nélkül is hirdeted. Aztán vannak szavak is, amikor jön egy beszélgetés. Lehet azért az egy emberért, lehet azért a tízért. Lehet arra az egyre vársz évek óta, aki majd egyszer csak bekopog, aki egyszer csak leül mellé, aki mellé esetleg te leülsz, és egy beszélgetésben megkapja a meghívót te tőled. De vannak olyanok is, akik sokaknak juttatják el ezt a meghívót, és adják át. Azt gondolom, nincs különbség, mert Isten adja ezeket az ajándékokat az ember számára. Kinek, ahogy ő akarja. Nem úgy, hogy mi. Ahogyan ő akarja. És áldott az Isten azért, amiért ezzel a fénnyel, ezzel a tűzzel ő rá lehet mutatni. Őt lehet dicsőíteni. Olyan hálás vagyok az Istennek azért, amiért az ő ereje az én életemben is napról napra megmutatkozik. Mindig akkor, amikor átélem, hogy én erőtlen vagyok. Amikor egy-egy szolgálatot úgy kezdek el imádságba, és nagyon őszintén mondom, mert tisztában vagyok vele. Egy ilyen videónak az elkészítésénél is. Hogy Uram, én annyira semmire vagyok, annyira semmi vagyok ezeknek az üzeneteknek, és a te neked való szolgálatnak a betöltéséhez. És ezért kérlek, hogy jöjj. És valamiképpen szólj. Hogy legyen benne valami, ami te tőled való. Lehet pont a kis komikus és a nagyon ledekraláló kis üzenet, amit a gonosz próbál rá erőltetni a világra, hogy becsöngetett a halál. Ho-ho, mi a mulatságos. Becsönget egyszer. És akkor nem lehet azt mondani, hogy engem hagyjál békén, meg én nem megyek. Mert akkor oda megy az ember, ahova nem akarja. Mert akkor fogják és viszik. Dicsőség érte Istennek, hogy van egy másik út is. Az út, ami a gazdag és a Lázár történetében van lefestve. Jöttek az angyalok, és vitték Ábrahám keblére a Lázárt. Egy nap majd mész te is, megmegyek én is. Dicsőség érte az Istennek, hogy a mi hitünk szerint Isten drága mennyei világába, Krisztus oldalára, ahol találkozni fogunk majd vele. Ma még csak hitben látjuk
és itt benéljük az életünket, ott majd látásban lesz, szírről szírre. Abba a világban, ami tényleg szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve soha meg nem érzett. Addig, ameddig pedig itt van ebbe a világba az ember, az Isten dicsőségére és az ő kegyelmének gazdagságából. Adja az Úr, hogy te is, én is tudjunk világítani. És a szó jó értelmében, valamiképpen a figyelmet felhívni arra a szeretetre, amit Isten bemutatott 2000 évvel ezelőtt a Golgotán, és arra a szeretetre, amit ma 2023-ban a hívők által ugyanígy be akar mutatni az evangélium szólásával. Amen.